nevű grafikusnak a kalapácsos embere, ezt talán ismerik többen a szociáldemokrata jelképet, itt ez a kalapácsos ember segíti hát a szakadékon a gyereket. A gyerek barátok elég komoly érdekvédelmi tevékenységet tudtak végezni, alkupozícióba tudtak kerülni kormányzattal, a több esetben gyerekjóléti szolgáltatások ügyében, csak tehát utalnék arra, hogy a minden társadalmi csoport keresi, hogy ezekkel az iskola által már nem igazán kielégített, az egyházat által hát végképp nem megszólított városi gyerektömegekkel mit lehessen kezdeni. Hogy mit lehessen kezdeni? Hát a kép az itáliai Mussolini féle Balilát, a fasiszta gyerekszervezet felvonulását mutatja. Jó példa arra, hogy a civil kezdeményezésből hát hogyan válik a becsapott és hát mozgósított gyerekek szervezetévé a jelenség. A világ túlsó oldalán a folyamat hasonló, ugye maga klubsztája személyesen elemezte a cserkészet tapasztalatait, és hát utalt arra, hogy hát ennek meg lehetne csinálni a kommunista változatát is. A két ábra, hát csak elemezni szeretném a pionír mozgalmat, ugye egyfelől ugye a dolog militarizálódása itt is felmutatható, ez a mélyet, tehát legyen ennek a szimbóluma, de még drámaibb az alsóképpen látható fiúcskának a története. Pavlik Morozov, akit egyébként a Gorbacsov idején, a Glasnost idején vettek le a szovjet pionírok példaképei közül. Pavlik Morozov arról volt nevezetes, hogy amikor megtudta a nagy ukrajnai éhínségek idején, ugye 20-as években vagyunk, hogy a apja, hogy a családot eltartsa, gabonát rejteget a padláson, az első dolga a falusi pártbizottsághoz vezetett, ahol feljelentette a saját apját, a apját elhurcolták, kivégezték, mint ugye kulákot, majd a apja rokonai, ők láthatók itt a hátsó képen, meggyilkolták Pavlik Morozovot, mert Pavlik Morozovból ezután a pionír mozgalom mártírja lett, ahogy tetszik példaképe. Mit mondjak erről, ugye könnyű erről utólag beszélni, Pavlik Morozov valóban a hát, gyereklétére vált mártírrá, de hogyha a szovjet pionír mozgalom azt népszerűsíti, hogy jelens fel még apádat is, akkor az ugye hát ellentmond minden modern és európai jogérzékünknek. Mondom, ezzel a két dologgal hát szeretném ábrázolni a szovjet pionír mozgalmat. Ennél ugye még meredekebb az a serdülő mozgalom, amit a hitlerizmushoz lép be, ugye a hitlerjungék, akik ugye hát avval vannak megkecsegtetve, hogy a holnap tisztjei lesznek. Sokak számára ismert az a történet, hogy a vörös hadsereg már szinte egész Berlint elfoglalta, akkor a bunkert védő lövészárokban ilyen taknyos kölykök szegültek szembe puskákkal a tankok ellen, abban a Bakhitben. És hát az a fénykép is bejárt a világot, a szegény Hitlerjunger fiúcska, hát ugye elsírja magát, mert hát azért gyerek, ő még anya szoknyája mellett lenne a helye. Van magyar változatunk is, a
Horthy korszaknak nem volt elegendő a cserkészet lojalitása és autetszik militárissága, ami mindig polgárinak minden dzsembori meg egyéb dacára, ahol ugye magas kormány tisztviselők jelentek meg, és hát ugye Teleki maga volt a miniszterelnök, a főcserkész, azért csak létrehozta az ő maga szervezetét is, ugye egy erősen államosított szervezet, a Levente mozgalom, amelyikben hát ugye kötelező volt a iskolás gyerekeknek eljárni, és hát a trianoni békeszerződés nyomán ugye lefegyverzett magyar férfi népség katonai előkészítésének eszközrendszere volt. Ez mutatja, hogy a kezdeti civil és karitatív egyetesdiből, hát ha az állam ráteszi a kezét, akkor hát milyen veszélyek tudnak születni. Elkövetkezik a második világháború, szintén azt hiszem, hogy ezt a képsort, főleg ami a baloldali, ezt mindenki látta és mindenki számára emlékezetes, sajnos mozgóképpen nem tudom illusztrálni, de emlékeznek rá sokan, hogy elindul egy gyerek a Porosország úton, egyszer csak ketten lesznek, aztán hárman lesznek, az, hogy ilyen gyerekhordák járták végig, az árvák gettóból szabadultak, kibombázottak, és a többi, és a többi. Hát ezt a film ezt nagyon megrendítően ábrázolja Európa országútjait, és hát ez a világ, hát ez jellemző volt a háború utáni Európára, pontos a címe a Balázs Béla forgatókönyvnek. Ez a helyzet szinte kezdődik minden előről, és erre a helyzetre ad választ a gyermekbarát mozgalom keretei között, eleinte szociáldemokrata, kommunista, paritásos alapon, aztán egyre inkább kommunista befolyás alá kerülve a magyar úttörő mozgalom, amelyiknek hát a gondolom a nézők többsége, hát ha csak nem a következő évszázadban nézik a filmet, valamennyire részese volt. Alapvetően a keletkezés történetben hát mind a két dolog jelen van. Van ugye egy berendezkedni készülő állampárt megszerezni az ifjú generációkat, és van benne egy jó szándékú, pedagógiai vetettségű a gyerekek civil világát, hát megteremteni kívánó szándék. Egy szép, szimbolikus történet ezen a képen ugyan nem látszik. Hárs Lászlónak, aki a korszaknak jeles ifjúságírója volt, korábban a Népszavának volt újságírója, egy történet, ami szintén sokáig volt irodalmi olvasókönyv darab, a Mi is voltunk gyerekek című ifjúsági regényben részlete, de tetralógia, nagyon érdekes az egész háború Margiti lebombázásával kezdődő gyerek története, angyalföldi bérház gyerekeinek története. Itt a lényeg az, hogy ebben a negyedik részben már megalakult a úttörőcsapat, a doktor bácsi, aki a megszállás heteiben is hát patonált a gyerekeket, hogy el ne aludjanak, veszély, baj ne érje őket, rejtegetik a zsidó kislány, és így tovább, és így tovább. Itt most már felszabadultan készülnek a 46 május elsőjei felvonulásra, beszerezték a nyakkendőt is, tudva lévő, hogy a 46-os úttörő nyakkendő annyi fajta színű volt, amilyen színű ejtőernyő potyogott arra a városrészre, mert ezeknek az ejtőernyőknek a sejméből varták a anyukák az úttörő nyakkendőket,
ez kifejezett valamilyen színességet és valamilyen sokoldalúság igényt is. Na, visszatérve a történetre, mert ez is szimbolikus értékű, megvan a nyakkendő, megvan a nagyjából az egyenruha is, azt is van, hogy munkázubonyból kék volt az elsőtörő blúza, ugye a munka színe, nem a tisztelgondolások fehérje, és akkor a Pili némi, a csapatvezető elsírja magát, hát mi a baj, hát az a gyerekeket különböző lábbeli van, illetve a gyerekek egy nagy része a mezik lábviszer, egy cipőjük sincsen, írja Hás László, és akkor Varga Pista, a regény ilyen kicsit bókás hőse, egy ifjúsági regényben az ilyen gyerekek szoktak meghalni, valóban az lesz a belezugan a Dunába, a Kossuthi építésekor ez a Varga Pista, de itt még jókedélyű, nincsen semmi baj, Pili néni, együttetőek leszünk, mindjárt majd a felvonulási szépségverseny, hát hogy-hogy, a cipősök leveszik a cipőjüket, és mezitláb csatognak végig a gyerekek az Andrássy úton, és megnyerik ezzel a felvonulást. Ás László nem gondolt arra, hogy ezzel a szimbolikus történettel ugye a közösség összetartozását akarta szimbolizálni, de hogy ez a létező szocializmus egyenlősítése, egy lefelé nivelláló egyenlősítés volt, ez a realizmus diadala, ha úgy tetszik, a gyerekirodalomban. De nem ez a legnagyobb baj a úttörő mozgalommal, hanem az, hogy a iskolák államosításával az állam magához ragadja a mozgalom kormányrudját is, és elbürokratizálja, elszemélyteleníti a mozgalmat. A tanuláshoz köti az eredményeket, 4-esnél rosszabb tanuló nem lehet ősvezető, és egyéb ilyen a közgyűléseknek csak tanulmányi anyaga lehetett. Jó, én azt is tudom, hogy ugye van egy új tanterv, van egy új tananyag, amelyiknek szolgálatába kell állítani mindent, de az a színesség, ahogyan a 46-os, 47-es mozgalom megpróbálkozott, ez nagyon hamar lefagy. Ez a jelenet, megint csak azt hiszem, hogy a Szerelmes film című jelenetet, című filmet Halász Juttával, Bálint Andrással, hát sokan látták a portársaim, vagy nálam kicsit fiatalabbak is, ugye ahol a kora gyerekkortól együtt nevelkedő Jancsi és Kata úttörő bíróság elé kerül, mert az egyesek látták őket kettesben az utcán, és először rájuk fogják, hogy szerelmesek, ugye a létező szocializmusnak ez a furcsa videmelyek krüdériája, de másrészt pedig az, hogy ez valami individualizmus megjelenés, te, hogy a Kata a Jancsi, vagy a Jancsi a Katát jobban szereti, mint a többieket, és hát ezzel ugye a burzsuázia szekértolójává lett, hogy a Katától el is veszik az úttörő nyakkendőt, mely megrendítően drámai történet, amelyik hát ez tulajdonképpen a koncepciós perek leszállása a gyerekvilágba. Persze, ha korabeli gyerekeket kérdezünk, akkor nem ezeket az élményeket, de kevesen vannak. Talán a Kornis Mihály, meg a Borbély Szilárd a magyar irodalomban a kevesek közül való, ki ezeket a megkárosító, énromboló emléküket rögzítette a úttörő mozgalomról, ha ma a felnőtteket megkérdezzük, akkor mind nosztalgiával erre emlékeznek. Itt fogta meg először a lány kezét, mi a Istennek többet is, itt félt először éjszakai őrségben, itt talált barátra, itt sírtak a búcsúzáskor, tehát a gyerekvilág
ösztön világa, hát azért nagyon gyakran urrá lett ezen a bürokratikus dolgokon is, illetve hát itt mennyire sebesített ez a dolog meg, ez hát meglehetősen egyénfüggő. Tény az, hogy a 60-as évekre, ugye a 56 után egy újra szerveződési hullám is van, de 60-as évekre gyakorlatilag újra az egész nemzeti generáció úttörővé válik. Fodor Gábor engedhette meg magának gyöngyösen, hogy nem lépett be az úttörő csapatba világnézeti okokból, de hát lényegében, meg néhány jehovista családról tudunk, aki visszatartotta gyerekét az úttörő mozgalomtól, ez hozzátartozott a nemzedék életéhez, és volt az avatás előtt volt egy ilyen, hát mondjam, a beavatási szertartásokat megelőző felkészítési periódus a próbarendszerrel, meg egyébben, ami hát sok fontos élményt jelentett a növekedésben. Most leegyszerűsítem egy kicsit a dolgot, mert mondom, ez ennél bonyolult volt, tehát az előző történet is hozzátartozik, meg hát sok minden más is, meg korszakok, különböző korszakokban, hát különböző hangsúlyok jelentek meg. Én azt szoktam ironikusan emlegetni, hogy a mai kormányzati vezetők, akik mind igazoltan jártak őrsvezetőképző táborba a Kései Kádár korban, Orbán Viktor történetesen a Fejér megyei őrsvezetőképző táborba járt, és a táborvezetőjétől tudom a történetet, vígan boldogan énekelték a Pajtás Dalóim Szép Magyar Hazánkról, itt minkot bölcsön kit nevelt anyánk, amelyik hát ugye a Kádár korszak pajzán nacionalizmusának a terméke volt, és hát nem tartom kizártnak, egy mély interjúból kiderülnek, hogy az ő nemzetfelfogásukban ezek a hazafias úttörő dalok hát milyen mély nyomot hagytak. Azt is mondanám, most már majdnem közel járunk a század utolsó harmadához, hogy a felépül Zánka, az úttörő város, nagy nemzeti beruházással, amelyik hát ennek a militáris mozgalomképnek a megjelenítője volt. Bár mondom, nagyon sok egykori zánkai táborozóval találkozom, akik erre keveset figyeltek, a helybeli, illetve a korabeli sajtó azért sok minden írt ezekről a sorakozókról, ahol ugye dőltek ki a gyerekek a napsütésben az ájulástól, és megint csak ugye a jellegzetes magyar világ, ugye a szovjet pioníroknak ott volt Artek a Fekete-tenger partján, ahol minden altábornak saját tengerpart és saját ebédlő jutott, ahol ugye a magyar gazdaság az ekkora gyerektábort sose engedett, de arra is kellett vigyázni, hogy Zánka Európa második legnagyobb gyerektábora legyen, ne az első, nem volt szabad megelőzni a nagy szovjet példát. Ennek megfelelően a Balaton 2 kilométer járásnyira volt a táborozók szálláshelyétől, és be volt osztva, hogy mikor melyik altábor juthat Balatonhoz, és a 3000 gyereket foglalkoztató tábornak az étkezője az 800 személyes volt, úgyhogy benne volt a tábori szabályzatban, hogy a 12,5 perc alatt, látom a saját szememmel, kell áthaladnia egy gyereknek az ebédelése. Na most hát, tehát furcsa élmények kavarognak a lén és az utánműjök nemzetégi képen erről a világról, de az is tény, hogy a
12 pont, amely 12 lett a 10 helyett ugye utalva a március Hitler 12 pontjára. Ezt sokan emlegetik máig is, hogy a olyan erkölcsi normákat fogalmazott meg, ami ellen hát igazából a legkényesebb hazafinak és illiberálisnak sem lehet fenntartása. Eljön a rendszerváltozás ideje, ez ugye ennek a előadása első részének ugye a fináléjához közeledünk, vagy a szkercótételhez mondjuk úgy, hogy a mint a pártállam egyszer vezette az egymilliós tagságú úttörő mozgalom a 80-as évek végére kifullad, belátja, elveszti az atyai támogatást a pártól és a ifjúsági szövetségtől, és különböző megoldásokat keres, nem tud az egymilliós tömeggel mit kezdeni, mert hiszen a kimutatható, hogy egy ekkora nagy szervezet a büdös életben nem tud egységes lenni, kimutathatóak a különböző gyökerek és különböző források, a cserkész hagyományokra egészen közvetlenül utaló úttörőcsapatok működnek ebben az időben, működnek kemény, csak olyan szem mondja, hogy pontos legyen, van Bibó István úttörőcsapat a 80-as években, és van Mező Imre úttörőcsapat a 80-as években, azt hiszem, vagy Kállai Éva úttörőcsapat, az volt nagyon gyakori, azt hiszem, hogy hát ez elég beszédes, hogy a nonformális pluralizmus ugye már önmagában belül is kialakul, tehát a 80-as évek végére ez egészen nyilvánvalóvá válik. Megmarad egy magja az úttörőszövetségnek, a különböző vagyongazdálkodás ügyek miatt ugye a központ az sokáig Csillebécre költözik, majd ez a jobboldali első áztatta kép az 2018-ban készült, ez az utolsó zászlólevonás Csillebécen, amikor ugye az állam visszavette a sosem ővé volt gyerektábort. Ez a bázisvesztés, ez azért nagyon erősen kihatott a mai mozgalomra. Vannak úttörőcsapatok, de azt hiszem, hogy ez ma már egy kézen megszámolható a csapatok száma. Szeszélyes eloszlásban az ország területén egyébként próbáltam annak idején, nagyon lassan erodáltam a mozgalom, még a 95-96-ban is 100 000-es gyerektömeget mozgatott, hogy áll-e összefüggésben valamilyen politikai hitvallással, nem állt. 3 egyházi iskolának volt úttörő csapata nagyon sokáig, és más a település vezetés politikai színétől is függetlenül működtek. Volt egy tiszamenti település, ahol a helyi MDF elnök volt az úttörőcsapat vezetője. Szóval nagyon bonyolultan alakult át a mozgalom, mára azt mondanám, hogy hát a visszaesett a minimumra, de még nem tartunk itt, mert magyaráznám a képletet. Ugye új vagy újjá alakulnak a cserkészek, nagyon sokféleképpen alakulnak újjá, hosszú időbe telik, még a legnagyobb cserkészszövetség, a katolikus irányítású cserkészszövetség bekebelezi a többit. A cserkész csapatok szövetsége az nagyon sokáig állt ellen ennek a bekebelezésnek, talán ők voltak a Karácsony Sándori hagyományokhoz hívebbek, a hitvallásukban is volt különbség, mert a Cserkész Szövetség azt kimondta, hogy a cserkész csak az lehet, aki hívő, a Cserkész Csapatok Szövetségének
alapszabályában benne volt, hogy ez egy vallásos szervezet, de az, hogy a vallásos nevelést, az nevelés végeredményének és nem kiinduló pontjának tekinti. A cserkész lányok, akik szintén ma eltűntek a nyilvánosságban, hogy beolvadtak egy erős angol befolyás alatt nagyon sokáig volt modern leánymozgalom kialakulásában. De a Hasomer Hatzair az ugye a zsidó fiatalok cserkész mozgalomhoz kötődő szervezete volt. Vannak ma Magyarországon, tudtam már nem léptek be a Cserkész Szövetségbe. És hát ugye a egyházak is sorra alakították maguk a ifjúsági szövetségeit gyerekvilággal. Ebből a Szent László Szövetség volt, elmorzsolódtak ezek, és akkor, ahogyan a NER minden más maga alá gyűrt, úgy lényegében ezek a, minek nevezem, konzervatív vagy vallásos alapon alapuló szövetségek is, hát lényegében bedarálódtak, vagy felmozdultak. A Szent László Szövetség volt a legradikálisabb ebben a körben, 90-es évek közepén. A táblázat jobb széléről beszélnék előbb, ott olyan új jelenségek vannak, amelyek hát korábban nem voltak, nem volt hagyományuk, vagy valamilyen más forrásból jöttek létre, ugye a cimbora körök az ugye a Érdi Márta, Szabó Márta televíziós sorozata köré szerveződtek, a Beszélni Nehéz körök a Pécsi Blanka egykori rádió műsorához, a tájabb korok múzeumoknak is volt ifjúsági részlege, a bélyeggyűjtőknek is volt. A Dózsa ifjúsági kör és a Berekőfalu, az egy pesterzsébeti alakulat, a berekőfalusiak azok azért érdekesek, mert ezek úttörő csapatok voltak, csak nagyon korrekten alakultak át. A Dózsa ifjúsági körben például végbe ment, összehívt az iskolaigazgató az egykori Dózsa György úttörő csapatot, amelyik Vörös Selyem Zászlós úttörő csapat volt, és szabályosan megszavaztatta őket, hogy a rendszerváltás idején vagyunk, hogy úttörők maradjatok-e, nem csináltatok semmi rosszat, méltók vagytok a Selyem Zászlóra, vagy cserkészek legyetek, hogy alakítsuk önálló ifjúsági kört. Azóta már az iskola sincs meg, de a Dózsa ifjúsági kör néhány évig talpon maradt, ugyanezt történt Berettyóújfalu is, és hát itt lentem látható még néhány ilyen kezdeményezés. Érdekesebb a középső, mert ezek részben ma is léteznek, lesz róluk mindjárt szó. Az Örökséggyermek Népművészeti Egyesület az a néptáncosok, népi kézművesek, tehát az új folklorista mozgalom gyerekcsoportjaiból alakult, ugye ez szaktevékenységre szerveződött. Nagyon érdekes, hogy a szervezők között nagyon sokan voltak, ez ma is létező szervezet, nagyon sokan voltak, például Novák Ferenc, a néptánc koreográfus, aki 56 őszén már a szovjet bevonulás után sem nem úttörőnek, sem nem cserkésznek, hanem őrszemnek utaltam, amikor az őrszemet emlegettem a első világháború előtt. Őrszem csapatok szövetsége néven szervezkedtek, majd ezt ugye hát betiltott a párt ifjúsági bizottsága, akit lehetettek az úttörő mozgalomba, vagy éppen börtönbe ültette ellenforradalmi tevékenység miatt. No, ez a népi mozgalom tartja életben a Örökséggyerek Népművészeti Egyesületet. Sokáig talpon volt, egy év alatt, 91-92-ben 20 000-esre fölfutott a létszáma a 4H klubok Magyarországi Szövetségének, róla még fogok valamit mondani.
a Zöld Szív Egyesület, róluk is fogok mondani, ők is azt állítják magukról ma is, hogy 20 000 vannak. Igaz, hogy a tagságoknak nincsen alsó és felső korhatára, tehát az újszülöttől a nagymamáig zöld szívesnek mondja magát. Ez egy harcos zöld szervezet ökológiai alapokon, ma már alig vannak a nyilvánosságban, és a Települési Gyerekönkormányzatok Szövetsége, erről még majd lesz szó nem sokára. És itt lente pedig ugye a Fiatal Sasok Szövetsége, amelyiknek az azért már eltűntek a fiatal sasok, talán az alapító atya se él már, aki arról nevezetes, hogy Belgiumból jött haza, ahol emigrált valamikor talán 56-ban, és egy klasszikusan harciasan szociáldemokrata mintát hozott haza Magyarországra, Dunakeszin élt egyébként, és ott dolgozott, és hát a fiatal sasok, ugye a szociáldemokrata nemzetközi gyermekmozgalmat, ugye Solymoknak nevezik, hát ennek a magyar változata volt a fiatal sasok, aztán nagyon szorosan együttműködött az úttörőkkel, talán be is olvadta. A Xenia Lász története, ez egy izgalmasabb történet, az a krimi ebben a világban. Szembeszökő volt egyébként az úttörő szövetség rendszerváltás körüli elkeresésében, hogy a szintén helyet kereső, magának helyet kereső magyar szocialista párt nem tartott rá igényt, nem is figyelt különösen rá, valami másban gondolkodott, félt, hogy rajta ragad a múlthoz kötődő szervezet bélyege, viszont inkább támogatott együtt a Tisztességmesség Szolgán a Szabad Demokraták Szövetségével a Xenia Lász Egyesületet, amelyiknek hát egy a közéletünkben hát furcsa szerepet betöltő Smuk Kantor volt a vezetője. Aztán egy idő után, amikor visszanyerték a hatalmat az MSZP-sek, akkor megsukták a Smuk Kantornak, hogy hát mégis inkább egyesüljél csak az úttörőkkel. Kiderült, hogy a Xenia Láznak csak egy üzleti címlistája volt, akik vásárolták azokat a termékeket, amiket ilyen multilevel szisztem alapon a Xenia terjesztett, létszámot nem hozott, de mondjuk az úttörő szövetség politikai súlyának hát elég sokat ártott. Egyébként még egy ilyen vándor figurája van, pihenésképp mondom, a ifjúsági mozgalmaknak a cserkész vezetőként, a legradikálisabb cserkész vezetőként lépett fel itt a rendszerváltás hajnalán bizonyos Antonyevics Roland nevű ifjú férfiú, aki aztán a Kádár János Egyesült Társaság alapítójaként tűnt fel, majd grúz trónörökösként vonult ki a magyar közéletből, tehát itt azért habzott ez az ifjúsági világ a rendszerváltás éveiben, ebben hát mégis azért a pluralizmus állt helyre és érvényesült, és az úttörő szövetség nagyon korrekten vállalta, hogy a pluralizmus viszonyai közepette próbál magának értékeket és gyerektömegeket szerezni. A karaktergyilkosság azért erőteljesen belejátszott, hogy már az életkoruk is, de a karaktergyilkosság is erősen belejátszott. No, cserkészek ma is vannak, tehát a kép azt ábrázolja, hogy ez is egy elég vegyes kompánia, ma már nem annyira militáris, mint a kezdeteknél, már a Vödöllői Dzsembori 60. évfordulóján 95-ben is a nyomott fehér póló általánosabb viselet volt, mint az egyenruha, tehát egy ilyen visszacivilizálódás kifejezetten kimutatható
rajtuk. A 4H klubok története is érdekes és különleges, hirtelen felfutott. A jellegzetessége volt az is, hogy a ligvezető elnöke az egy mosodai vállalkozó asszony volt, aki vállalkozó asszonyok szövetségének volt elnöke egyébként, és emellett vállalta a 4H klubok vezetését is. Szerették a pedagógusok is, mert úgy tűnt, hogy nem kell állást foglalniuk a cserkész leszek, vagy úttörő leszek politikai vitájában, mert ez a játszunk farmerozdik, ez jó és ideológia mentesnek bizonyult, mert a két kép egyébként Debrecen Józsai általános iskola 4H klubjának a képe, ma is megvan, ahol még állatfarmot is tartottak fenn, a nem Orwell-félét, lovuk is volt, a Józsai 4H klub lova története az maga az állatorvosi ló, mert amikor, ha emlékeznek rá a iskolák újraállamosításának első szakaszában, ugye a fenntartó már a állam volt, de a működtető az még az önkormányzat lehetett, ha akartál. Debrecen ugye akart ilyet. Na most itt volt a 4H klub, az iskola 4H klubjának a lova. Megvásárolták a zabot egy évre a lónak, bevitték az önkormányzathoz, hogy hát a számlát, hogy fizesse meg a zabárát. Az önkormányzat azt mondta, hát ez egy pedagógiai ló, tehát nem a működtetéshez tartozik, hanem a fenntartáshoz, nem vagyok hajlandó kifizetni a számlát. Elvitték a kormányhivatalhoz, vagy tankerülethez, de azt meg azt mondták, hogy hát ez alul nincs, mert a tankerben, tehát nem a fenntartáshoz tartozik, nem fizettem ki a számlát. Egy darabig élt a ló, amit az ap tartott, de ma már csak tengeri malaca van a Józsai állatfarmnak. És elszóltan az országos szervezetet szétvette Tordján, mert a mezőgazdasági minisztériumban volt a székházuk, onnan kaptak támogatást, Tordjánnak ez bolsevik gyanús volt, szétverte a szervezet központját, de Bubu Patakként interneten rendre találni 4H klubokat az országban, ahol ez a játszunk farmerosdik, vagy a munkaiskolának egy sajátos, vagy az ökoiskolának egy sajátos érvényesedéseként még működik. A Zöld Szívet egy Pomázi tanítónéni alapította, nagyon harciasan voltak zöldek, az egyik legszebb történetük fűződik a Bős-Nagymarosi vízierőmű történetéhez. Az ők legendáriumukban talán ez a legjelentősebb. Ha még emlékeznek rá, ugye egy ideig úgy volt, hogy lesz Nagymaroson duzzasztógát, hozzá is kezdtek az előkészítő munkához, tehát elrekesztették a Dunának egy részét, hogy a gátépítéshez az alkalmas legyen, és ott elkezdett mocsarasodni a nagymarosi kanyar. A dolgok természete folytán ugye a madarak azért csak elrepültek a mocsár fölött, és potyogtatták ezt-azt-amaszt benne magukat, és ezekből a magukból bizony fák nőttek ki. Majd aztán ugye változott a nagymaros politika, visszaduzzasztják a Dunát, mert mégse lesz itt gát, és akkor a Zöld Szív Egyesület kiadott egy felhívást, hogy hát de itt élő fák vannak, amelyek ugye ezekből az állati potyadékokból nőttek ki, és már ilyen karomnyi vastagságú fák lettek, hogy hát bizony ezeket a fákat meg kellene menteni. És több ezer gyerek jelent meg a gáton, ásóval, vödörrel, kiásták ezeket a fákat, és hazavitték, és elültették vagy az iskola udvarán, vagy a saját
házuk udvarán, és hát ezek a fák nagy rész még máig is élnek. Én úgy gondolom, hogy ezeknek az egykori gyerekeknek ökológiáról túl sokat nem kell már tanítani, mert hiszen az az öntudat beleégett a személyiségük, hogy megmentettek egy fát. A települési gyerekönkormányzatokról pár szót, francia példa nyomán jöttek létre. Az érdekes benne az, hogy az önkormányzat az nem a tanulói jogviszonyhoz fűződik, tehát nem egy diák önkormányzat, hanem a településen élő, bármilyen iskolába járó gyerek települési állampolgársága jogán, emiatt tehát nagyon vegyes életkorú, meg vegyes tapasztalatokból álló társaság volt ez. A nagy előnye volt, hogy nem volt kötelező. Tehát ez teljesen a spontán kezdeményezése, illetve valahol akár egy városvezető vagy faluvezető kezdeményezésére jött létre. A két példát adnagyak róluk, az egyik a Kazári, Nógrádi megye, mind a kettő. Kazáron minden országgyűlési választáson botrány volt, több volt az érvénytelen szavazat, mint a falu választópolgárainak népessége. Nem tudom, érzik ennek az abszurdumát. Ott valami szociális otthon is volt, de mindenképpen hozzá tartozik, hogy az iskolázatlan választópolgár hát mindig balhét csinált Kazáron a választásokon. És akkor a polgármester asszony azt mondta, hogy hát én ezt a szégyet nem bírom ki, én meg akarom nevelni a következő választási ciklus választópolgárait, és létrehozom, ahogy tetszik, az árnyék kormányát a jelenlegi települési önkormányzatnak, és így jött létre a Kazáron is a települési gyerekönkormányzat. Melyre népművelők támogatták ezt a dolgot. Bekepár nagyon erősen támogatta, aki a népművelés intézetnek volt a köznövődési osztály vezetője ebben az időben, aztán egy rövid ideig volt MDF-es, tehát Fideszes képviselő, vagy képviselőjelölt, de minden esetre ebben a helyi közösségek megerősítésében elvatatlan érdemei vannak. A másik példánk Terény, ez is egy kis nógrádi falu a Csereháton, ahol hát ezt mai hallgatónak nehéz elképzelni a mobiltelefonon, korábban, hogy voltak olyan idők, amikor egy faluban egy telefon volt, az is a postán, ilyen kurbics telefon, ha valaki telefonálni akart, akkor be kellett menni a postára, amíg a posta nyitva volt, de erre az időre elkezdődik a telefonhálózat, még vonalas telefonok kiépítése, és Terény is megrendelte a valamelyik távközlési vállalattól a telefon szervezést a faluban, elkészült a tervezet, és a települési gyerekönkormányzat, akinek az elnöke egy második osztályos gyerközlési szakközépiskolás fiú volt, elkérte ezt a tervet, és a települési gyerekönkormányzat készített egy alternatív tervet, amelyik jobb és olcsóbb volt, mint a vállalati, és végül a Terényi polgármester a gyerekek változatát fogadta el és rendelte meg. Mint sok települési gyermekönkormányzat sem, nagyon nehezen alakult ennek országos centruma, hol megszűnt, hol újra alakult ez, ahogyan a közművelődés, ugye ezt az iskola világa sose fogadta be, mert ugye nem tudta iskolásan disziplinírozni, és a közművelődés intézményrendszerét ahogyan szétverődött, hát úgy egyre kevesebb pártfogója volt. Egyébként említjük meg, hogy az első gyermekönkormányzat a Zala megyei Türjén, Molnárné Gubfes Erzsébet nevéhez kötődik, aki egyébként a történethez is hozzá tartozik a
ifjú korában a település tisztitkára volt, tehát a politikai szocializációját itt szerezte. Az örökségről már beszéltem, ők viszonylag talpon vannak, mert a néptánc mozgalom azért mindig talpon tudott maradni, és tudott támogatási pénzeket is szerezni magának, és hát olyan jelentős személyiségek, mint emlegettem, Novák Ferenc, vagy Koltény Jolán, vagy Naivit Anna Mária állt az élén, aki elfogadott volt a kulturális világban, és hát időközben ugye a néptánc bevonult a nemzeti alaptantervbe is. Ami kevéssé mutatható ki rajtuk, az a gyerekek öntevéken civilisége. Ugye ezek néptánc csoportok, akik szeretik, mert jó néptánc pedagógusaik vannak a néptáncot, szeretnek fesztivált járni, szeretnek táborba járni, de politikai szocializáció szempontjából már kevesebb a hatásuk. Van még néhány diám, hogy milyen megoldások születhetnek még, ugye ki lehetett lépni a mozgalom a civil világ non-profit világából, ugye ez a gyerekvasút a MÁV kebelében, amelyik most is megvan, és a tulajdonképpen tevékenységi rendszerében, kultúrájában úgy működik, ahogyan a 60-as években működött, csak éppen a gyerekeknek a, még a fogadalomtétel is azonos a régi úttörőszövetségi fogadalomtétellel, csak nem a Magyar Népköztársaságra tesznek fogadalmat, hanem a MÁV-ra. Tehát egy vállalati lojalitásra tesznek fogadalmat, aminek van azért valami pikantériája, de a úttörővasutas hagyomány elhordja a hátán a gyerekvasutat ma is, és egy nagyon erős többgenerációs közösség, amelyik ezeket a hagyományokat a vállalat viszi. A játszó buszt azt egy házaspár Dunakeszi úttörő elnöke volt a férfiú, aki azt a tudást és azt a kapcsolati tőkét, amit a Pest megyei úttörő életben szerzett, azt egy ilyen játszó buszba rakta, és ezzel tulajdonképpen üzleti alapon a játszási mozgalom kifejlődésében tud segítséget nyújtani. Vagy egy más megoldás, ugye a Karabonciás Együttes, mely szintén ma is létezik, a Ferencvárosi Művelődési Házban van a székházuk,